2011. november 5-én szombaton 16 órától Nesz Hungary MB2 12. fordulójában Gyirmont FC Budaörs mérkőzés előtt Sós Imre vezetőedzőt kérdeztük a esélyünkről a mérkőzésről. Hát én úgy gondolom, hogy egy rutinos másodosztályú csapat fog hozzánk érkezni, akik a nyáron jelentős átalakuláson mentek keresztül, hiszen több évvonalat is megjárt rutinos játékosok távozott. Ennek ellenére azt mondom, hogy még azért maradtak a keretben, és nyilván egy motivált, összerakott kollégámat ismerve, egy jól összerakott társaság fog Gyirmontra érkezni. Ennek ellenére viszont nekünk mindenféleképpen csak a győzelem az elfogadható, hiszen ahhoz, hogy ott tudjunk maradni a második helyen, feltétlenül győznünk kell. Ugye nem túl fényesen szerepel a Budaörs, 13-ak a bajnokságban, idegenben idáig csupán egy pontot szereztek, viszont az utolsó mérkőzésükön 5-1-re verték a BKV-t. Mire számíthatunk az ellenféltől? Hát igen, ezt a statisztikát ugye én is néztem, hogy való igaz, az idegenbeli mérlegök megjönben kiváló, hazai pályán domináltak eddig, hát remélem, hogy ez a sorozat ez tovább is így fog működni. Az, hogy a BKV-t 5-1-re verték, az mindenféleképpen lendületet adott egy csapatnak, hiszen azért egy olyan teljesítmény után érkezni egy másik mérkőzésre, főleg egy Gyirmont ellen, ahol eleve minden csapat úgy gondolom, hogy motiváltabb, mint bármilyen más mérkőzésen. Úgyhogy biztos, hogy egy felpörgött csapat fog ide érkezni. Hogy áll a csapatunk? Ugye egy új játékost igazoltunk a héten, Molnár Balázst. Eltiltottunk, nincs sérülésekkel, sérültekkel, hogy állunk? Hát szerencsére mindenki egészséges. Eljött a pillanat, amikor a Nagy Laci is az első forduló után most már játékra jelentkezett, úgyhogy mindenféleképpen a kispadon fog jönni, és valószínűleg a mérkőzés alakulásától függően a játék lehetőséghez is fog jutni. Illetve hát a Molnár Balázs, úgy gondolom, és hát nagyon remélem, hogy a tapasztalatával, rutinjával sokat fog tudni segíteni a csapatnak. Pont egy olyan személyre volt szüksége az együttesnek, én legalábbis úgy láttam, aki egy kicsit vezéregyensége tud lenni a társaságnak. Azt látom, hogy a srácok a Balázst el is fogadták, és úgy is tekintenek rá. Remélem, hogy ez a mérkőzésen is meg fog mutatkozni. És végezetül a szokásos kérdés, milyen eredménnyel lenni elégedett holnap? Hát mindenféleképpen győzelemben és a 3 ponttal. Köszönjük szépen, Sós Imrét hallottuk a Gyirmont TV-ben. Budaörs elleni mérkőzés előtt Molnár Balázst üdvözöljük csapatunkban, akit a héten igazoltunk le Szombathelytől. Egy rutinos MB1-es játékos erősödő csapatunk. Azt kérdezném tőled, hogy hogyan jött képbe neked a Gyirmont? Ugye múlt héten már megkerestek, egyeztettünk. Lejöttem meg egyszerűen, ugye, mert azért 2 hónapot kijöttem MB1 után, hogy megnézzenek meg, milyen állapotban vagyok, és én is egyáltalán, hogy mennyire érzem motiváltnak magam. Nagyon tetszett a társaság, a közeg, úgyhogy úgy érzem, hogy motiváltan várom a hétvégi mérkőzést. És hogy érzed magad, jó erőben vagy? Tehát most akár a kezdőben is tudnád magad képzelni? Bízom benne, hogy igen. Természetesen biztos, hogy szokatlan lesz azért két hónap, de úgy gondolom, hogy mindent megteszek azért, hogy a csapat sikert érjen el. Mennyire ismered egyébként ezt MB2-es mezőnyt, a nyugati csoportot? Hát annyira nem ismerem, hiszen szerencsére végig MB1-be játszottam pályafutásom során, mert itt az idő, itt kell bizonyítani, és nagyon remélem, hogy elérjük a céljainkat velem együtt. És azok mik lennének? Egyértelműen úgy gondolom, a tulajdonos, a játékosok, mindenki a bajnoki címnek örülne itt, és csak azt gondolja elfogadhatónak. És akkor tőled is azt kérdezni, hogy vasárnap, vagy szombaton milyen eredménnyel lenni elégedett? Hát hazai pályán én úgy gondolom, hogy csak a győzelem elfogadható, és meg is fogjuk nyerni a meccset. Köszönjük szépen, és még egyszer üdvözlünk, és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.